2005 körül indult meg az a folyamat, amelyet magunk között úgy neveztünk, hogy a kapuk kinyitása. 2005 óta vált a korábbinál nyitottabbá a közönség felé az akkor még megyei önkormányzati fenntartású levéltár. A folyamat viszont azóta is tart, és ennek részeként többen megismerkedhettek az intézmény falai között folyó munkával, az elért eredményekkel, kutatásokkal. Erdész Ádám igazgató a három témában e folyamat egyik leglátványosabb eseményéről, a hagyományossá vált őszi konferenciáról is beszélt, melyet idén mesélő naplók és levelek címmel rendeznek meg. Nagyon szeretjük ezeket a forrásokat, mert érdekesek. Egy napló, egy levelezés a hétköznapi emberek világát hozza elénk, olyan titkokat is, amit az úgynevezett nagy történelemből, a nagy folyamatokat ábrázoló történeti munkákból nem ismerünk meg. A levéltár számára az egyik nagy feladatot a jelenlegi dokumentumok digitalizálása jelenti. Ez Erdész Ádám szerint egy egészen hosszúra nyúló folyamat lehet, nem utolsó sorban azért, mert meglehetősen szűkös létszámmal dolgoznak. Erre nem lehet dátumot mondani felelősséggel jelenleg. Azt kell mondjam, 9300 iratfolyóméter van a levéltárunkban. Hogy a legkutatottabb anyagokat digitalizáljuk az említett szellemi kapacitás mellett, nagyon csak létszámmal dolgozunk, ahhoz is hát évek, sőt évtizedek kellenek. Amikor már eljut valami addig, hogy a szkennelőben van, akkor már gyorsan megy, csak ott kell lenni mögötte, egy, hogy egy példát mondjak, a, az adatbázisnak. A műsorban szó esett arról, hogy a közelmúltban három új kötetet is megjelentetett a levéltár. Egy kiadvány a reformáció 500. évfordulója kapcsán jelent meg, Emellett folytatódott a Márki Sándor írásait feldolgozó sorozat és a dualizmus kori civil társadalommal is foglalkoztak.